az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Gyászoló testvéreim! Szomorú szívvel jöttünk el, hogy végső búcsút vegyünk Gyarmati Tihamér testvérünktől, ki hosszú élet után, hosszú élet becsületben megért élet, sokszorosan kitüntetett élet, sok munkával átélt élet után elhunyt, és most mi búcsúzunk tőle. Kérjük az Úristen kegyelmét az ő számára, és kérjük az Úristen vigasztaló kegyelmét a mi gyászolók számára. Szent kezedbe adom lelkem, légy az országodba engem. Jó atyám! Gyászoló testvéreim! Temetésre jöttünk össze, búcsúzunk meghalt Tihamér testvérünktől. Búcsúzunk, mert közénk tartozott, kereső ember volt, élet célját, a végtelen messzeséget kereső ember. Búcsúzunk, mert ember volt, eljutott oda, ahová mindannyian tartunk. Emlékszünk rá az ősi magyar nyelvemlékre. Látjátok fele, barátaim, szemetekkel, mik vagyunk, bizony por és hamu vagyunk. Mennyi kegyelemben teremtette Isten a mi ősünket, Ádámot, és adta neki a paradicsomot lakóhelyül. És mondta neki, bizony, amely napon eszel a fának a gyümölcséből, halálnak halálával fogsz meghalni. De Ádám feledte az Isten szavát, és szakított a gyümölcsből, és evett. És ezzel halált evett magának és az egész emberiségnek. Gyarmati Tihamérre emlékezünk. Gyermekei, unokái, családtagjai, barátai, művész kollégái, és végül azok, akik benne a festőt, az alkotót tisztelték elsődlegesen. Akik számára Gyarmati annak a nagy generációnak az egyik legkiemelkedőbb tagja volt, amely elméletben és gyakorlatban töretlenül képviselt egy magasrendű eszmevilágot és normarendszert. Ahhoz a generációhoz tartozott, amely a 30-as években indult, és pályája legalábbis a külső szemlélő számára tragikusan megtört a 40-es évek második felében, 1948 után. Holott valójában éppen ez a törés adta meg az ő valódi erejét, hitelét, biztonságát. Az a tény, hogy ettől az időtől kezdve belső emigrációba kényszerült több évtizedre, alkotói pályájának legtermékenyebb időszakában, valójában mégis azt jelentette, hogy olyan erkölcsi tőkét halmozott ebben fel, ami magában hordozta az ő művészi, emberi kiteljesedését. Gyarmati Tihamér akkor, mikor festőtársainak jelentős része kiegyezett az új politikai hatalommal, és megpróbált így vagy úgy, többnyire kétszínűen felszínen maradni, Gyarmati nem kötött kompromisszumot, éppen ezért hivatalosan a külvilág számára megszűnt festő, kiállító művész lenni. De éppen ezáltal vált igazi, alkotó, teremtő mesterré. Nagy árat fizetett érte. 20 éven keresztül olyan munkával kellett minden hétköznapját eltöltenie, ami csak a létfenntartás, pénzkeresés céljait elégítette ki. Igazi hivatását, a festést a hétvégi rövid napokon valósíthatta csak meg. Ez volt számára az ünnep ritka pillanata. De másra aztán nem is telt az idejéből. Élni úgy, ahogy az másoknak, normális embereknek volt szokás, pihenni, kirándulni, szemlélődni,
Mindenre már nem futotta a rövid hétvégi napokból. Hogy megérte-e? Nyilván még magának sem tette fel akkoriban a kérdést, annyira magától értetődő volt rá a válasz. Gyarmati Tihamér 90 évvel ezelőtt született Pécset, s ez a körülmény, konkrétan Pécs modern művészeti hagyományai és kapcsolatrendszere meghatározó volt egész további pályája szempontjából. Sorsa különös módon szinte már gimnazista korában eldőlt, amikor rajztanára Gábor Jenő lett, aki a maga részéről szoros kapcsolatot tartott fenn az egészen kitűnő Pécsről elszármazott Bauhaus mesterekkel, Molnár Farkassal, Breyer Marcellel és másokkal. Tehát Gyarmati szinte még minden más akkoriban lehetséges hatás előtt szívta magába, a némi közvetítéssel is, a Bauhaus levegőjét. S rajta keresztül megismerte, s magáévá tette a tiszta szerkesztést, az absztrakt gondolkozás és az elvont látásmód, az újszerű térszemlélet követelményeit. Olyan követelményeket, amelyeket több, mint fél évszázadon át nem csak ragaszkodott, hanem amelyeknek érvényességét, hatósugarát a továbbiakban még kiterjesztette, gazdagította. Az első ösztönzést azonban ilyen módon Mondrian festészetének vagy Kállai Ernő elméletének megértéséhez pécsi élményei adták. Festői elhivatottságának megfelelően képzőművészeti főiskolára iratkozik be, ahol legelején Vaszari János irányítása alá kerül, majd pedig az ő távozásával igazi, számára valóban fontos tanárral nem találkozik. Igazi tanulmányait, igazi felfedezéseit nem is a főiskolának, hanem egy hosszú külföldi utazásnak a 30-as években köszönheti, és itt ismerkedik meg olyan kitűnő mesterekkel, akiknek a szemléletmódja a későbbiekben beépül az ő Bauhaus tanulmányaiba, és a továbbiakban gazdagítja az ő festészetét. Ezek közé, a mesterek közé tartoznak Kandinsky, de főleg Paul Klee és Mondrian. Közvetve viszont mégis a svájci Max Billnek köszönheti, hogy legfontosabb szellemi mesterével, partnerével, Kállai Ernő kritikussal később megismerkedhet. Max Bill ugyanis rábíz egy mappát, amit ő juttat el Kállai Ernőhöz. A mappa átadásból később barátság és olyan szellemi együttműködés bontakozik ki, ami festő és kritikus között meglehetősen ritkaság számba megy. Azt a világképet, amit Gyarmati fokozatosan, lépésről lépésre alakít ki magának, azt Kállai megszilárdítja, egy biztos alappal látja el, és ugyanakkor Gyarmati számára ezt sokkal érthetőbbé, sokkal gazdagabbá teszi. Kállai olyan fontos szerepet játszott Gyarmati életében és szemléletének, művészetének kialakulásában, hogy még sok évtizeddel az ő halála után is, 1986-ban Gyarmati Tihamér Kállai Ernő emlékének szentelte a Műcsarnokban rendezett kiállítását. Gyarmatiból közvetlenül a világháború után, tehát 1945-től válik jelentős, autonóm értékkel bíró absztrakt festő. Sajnos nagyon sok korai művét nem ismerjük, mert száznál több alkotása elpusztult az ostrom alatt. Ebben az időben, tehát 1900,
45 után bontakozik ki sajátos stílusa, az egymásnak ütköző, egymáson részben áttűnő, áthatoló, absztraktá kisimított formák és a beléjük rajzolódó vonalak rendszere. Mozgás, dinamikus komponálás jellemzi, a tört árnyalatok finoman rezgő tereket alakítanak ki, a felület ismeretlen mélységekre enged következtetni. Gyarmati az 1945-ben megalakuló európai iskola, majd főként a belőle kiváló elvont művészek csoportjának lesz egyik alapító tagja. Megtermékenyíti őt ebben az időszakban Kálai Ernő bioromantika elmélete, a természet rejtett arca írása, mely az élő és élettelen, a festett és a valódi létező tárgy közötti új összefüggés rendszereket tárja fel. Mindezeken túl azonban Gyarmatiban élt egy másik tudatalatti, mágikus virág iránti érdeklődés is. Ez az érdeklődés talán még a korábbi